Magyar Péter mögött is feltűnt a baloldali messiások segítője. Magyar Péter mögött szinte rögtön megjelent a Bajnai Gordonféle datadat. De mit lehet tudni erről a cégcsoportról? A Bajnai nevével fémjelzett datadat a baloldali kampányok visszatérő szereplője. Első nagyobb dobásuk a Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán található chatbot kifejlesztése volt. A 2022-es országgyűlési választások előtt az Egyesült Baloldal teljes digitális kampányáját ők feleltek. A datadat azóta is segít több pártnak és baloldalhoz köthető szervezetnek a különböző petíciók körüli munkában. Ilyenkor a petíció kiírója jellemzően későbbi felhasználásra is kéri a szimpatizánsok adatait, amelyeket a voksolás megelőzően mozgósításra, személyre szabott üzenetek célba juttatására vagy kapcsolattartásra használnak. És a legfontosabb, a datadat volt a legnagyobb haszonélvezője a guruló dollároknak. Közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be, és lényegében az egész baloldal kampányát ők bonyolították le. Most pedig az új baloldali messiás Magyar Péter mögé álltak be. Szerinted miért működik ennyire szorosan Magyar Péter a baloldali cégekkel? Írd meg kommentben!